ez a mai evangéliumi részlet rámutat a mai ünnepnek a lényegére. Mégpedig arra, hogy minden egyes szentmisében a legnagyobb csoda történik, amikor a pap szavára jön a Szentlélek Úristen, akit nem látunk, csak a papnak a kiterjesztett kezeit, és akkor, amikor kezébe veszi a kenyeret és a bort, és elmondja azokat a szavakat, amelyeket az Úr Jézus az utolsó vacsorán mondott, hogy vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, majd a borral telt kehelyre, vegyétek és igyátok, mert ez az én vérem, akkor az Úr Jézus jelenvalóvá lesz közöttünk. Tehát, hogy az oltári szentségben, az eukarisztiában az élő Jézus Krisztus van jelen, a maga teljességével, teljes istenségével, teljes emberségével, és itt megjelenik közöttünk a feltámadt Krisztus. Olyannyira, hogy az oltári szentséget is, illetve az eukarisztiát itt a templomunkban is őrizzük, és minden egyes katolikus templomban az a piros fény, az örök mécs jelzi, hogy itt van közöttünk. Amikor leánykorú voltam a lelki gyakorlatos házban, akkor ott a nagyobbik kápolnának nagyon érdekes volt a szentségháznak az ajtaja. Fából készült, és egy szív volt rajta. Egy szív, amelyből fény árad ki. És egyszer az egyik atya, a Stella Leontin atya, így fogalmazott a prédikációjában, hogy az Isten szíve itt dobog közöttünk. Egészen megragadó volt számomra ez a kép, hogy az Isten szíve, hogy nem csak az Isten, hanem a szív, amely a lényünknek a lényegét akarja kifejezni, itt van közöttünk, itt dobog közöttünk. És valójában nekünk ez a legszebb és legnagyobb ajándék, hogy az Úr Jézus nem ment el, hanem itt van közöttünk, és hogy abban a kis hófehér ostjában, az oltári szentségben az Isten szíve szintén dobog és hozzám jön. És nekünk ez a legnagyobb ajándék, amit a jó Istentől kaphatunk, hogy ő önmagával ajándékoz meg bennünket. Egy kis történetet szeretnék felolvasni, ami az előjáróban annyit szeretnék mondani, akkor történhetett ez az eset, amikor egy forint még azért úgy többnek számított, mondjuk olyan 40-50 évvel ezelőtt még egy forintért lehetett fagyit is venni, meg kenyeret, tehát körülbelül ebbe az időben képzeljük el magunkat, és amikor a rokkant embernek nem feltétlenül volt szociális segélye vagy juttatása, amiből tudott élni. A fél oldalára béna ember minden vasárnap délelőtt ott üldögélt a templomhoz közeli utcasarkon, és feltűnés nélkül csendes szóval kéregetett. Adjatok, adjatok, amit Isten adott, látjátok, milyen szerencsétlen vagyok. Voltak, akik egy-egy forintot dobtak a kalapjába, de a legtöbben figyelemre sem értották. Egyesek azonban megálltak mellette és megdorgálták. Inkább a templomba vitetnéd magadat, és ott üldögélnél, mint itt az utcasarkon. Nem szégyelled magad? A szegény ember hiába suttogta, hogy az esti misére jövő jótevői mindig magukkal viszik. A botránkozó hírű ezt mégsem hallotta, oda sem figyelt a válaszára. Aztán jött egy kopottas ruhába öltözött öreg ember. Lelassította lépteit, és megállt a béna előtt. Drága testvérem, úgy sajnálok, hogy ki sem tudom mondani. Türelmes szenvedésedért megáll majd az Úristen. Azzal katorázni kezdett a zsebében, hogy kevés pénzecskéjét megossza a bénával, de egy pillér sem volt nála. Ne haragudj, néhány forinttal enyhíteni akartam gondjaidat, de egy álva fillér sincs a zsebemben. A béna ráemelte szomorú tekintetét, és elmosolyodott. Nem baj, és ne kérj bocsánatot. Te a legtöbbet adtad nekem, a szívedet.